20 család, összesen mintegy 100 résztvevő érkezett Matyra a Pécsi Egyházmegye családtáborába. Idén a megszokottól eltérően, ám hagyományteremtő szándékkal új családokat is hívtak a 4 napos eseményre. Évközben Petkó Tamás atyával, családreferens atyával látogattuk az egyházmegyés plébánosainkat, és azt kértük tőle, hogy aki ezen a területen aktív és segítőkész a plébánia életébe, azt a családot ő delegálja egy ilyen nyári táborba, ahol megpróbálunk közösséget építeni, kapcsolatokat elősegíteni, kapcsolatok létrejöttét elősegíteni, hogy az egyházmegye nagy területén élő aktív családok egymással találkozni tudjanak, egymással fórumot tudjanak létrehozni, megismerkedjenek, a gazdagságaikat, a lelki gazdagságaikat meg tudják egymással osztani. Krisztus Istenünk áldás szolgálj léteid és ide lát, mert szent vagy mindig, most is, mindenhol és örökkön örökké. Nagyon érdekes, hogy mennyire színes az egyházmegye, és mennyire sokféle család, akit igazából itt összefúj a szél egy kupacba, és mégis van egy összetartó kapocs, ami miatt mégis egyformák vagyunk. Tehát ez egy nagyon jó érzés ilyenkor. Más a tábor, mint amire számítottuk. Nyilván benne volt az, hogy nyár, nyaralunk, pihenünk, de sokkal intenzívebb a tábor, mint ahogy azt gondoltuk. Nagyon sok komoly és elég mély téma került szóba, és hát nyilván ez azért leterhelő. Főleg azért, mert hogy nyilván a gyerekekre is koncentrálni, meg közben azt is figyelni, hogy mivel tudunk töltekezni, ez azért így egy 5 gyerek mellett egy kicsit megerőltető. A gyermekeknek épp úgy foglalkozásokat szerveztek, mint a szülőknek, amíg a felnőttek a párkapcsolatokban és a családokban felmerülő kérdésekről gondolkoztak közösen, addig a kisebbek a hűvös szobában Noé történetével ismerkedtek meg a játékos foglalkozásokon. Ezt a zászlót szépen kiszínezzük ki, amit szeretnénk, mi lesz volna rá, vagy festeni, átrendezzük a keretet, és akkor elkészítjük a párkának a zászlaját. A nagyobbak pedig a felnőtté válásról beszélgettek a fűzfák árnyékában. És ugye itt már az elköteleződés, ez már az előbbi szó volt, az előző órában, amit ugye beszélgettünk. Itt őszintén tudunk egymás előtt lenni, a szülők is külön vannak, és mi is a nagyobb gyerekek tudunk komolyan beszélgetni egymással, amíg a kisebbek játszanak. Nagyon sok téma feljött már így a pár nap alatt, mióta itt voltunk. Most a megbocsátás ez egy külön hangsúllyal, egy ilyen újabb szinten elért. Nagyon sokszor szóba jön házasságon belül is, családközösségekben, amiben részt veszünk. Ez a téma, hogy állandó kimeríthetetlen. Én úgy érzem, hogy nagyon sok szeretet van a családban, de én itt rengeteg plusz szeretetet kaptam. Nagyon sokat beszélgettünk a témáról. És én azt hittem, hogy itt vége a szeretetnek a felső határának, de nincs, és én úgy gondolom, hogy ezt a családon belüli szeretetet, a családok közti szeretetet, tehát a megbocsájtással összefonódva, ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mi hazavigyük innen. Az együtt töltött napok összekovácsolták a táborozókat, idén az egymásra odafigyelés kiemelt szerepet kapott. Az étkezések és a kötetlen programok során is jellemző volt, hogy nyitottan fordultak a többiek felé a családok. Minden tábornak volt eddig gyümölcse, amiben ez így megmutatta magát. Tehát nagyon érdekes, itt egy-egy előadáson egy fél mondat betalál valakinél valahol, és legyen az egy szentgyónás, legyen az egy lelki beszélgetés. És amikor innen hazamegy, az a hozadék az egésznek, hogy ők már egymást ismerik, egymás erősségeit, egymás tanúságtételét hallották, és az év más részében kereshetik egymást. A családtábor zárása Mária Gyűdön a családok búcsúja volt.